Újabb tevékenységi körrel és újabb telephelyel bővült a tamási vállalkozó Pech Tibor, aki Hőgyészen valósította meg a már jó ideje dédelgetett vágyát, egy autómosót. A szolgáltatás egy 100%-os támogatási intenzitású ginopos pályázat forrásából készült el, melyre 58,3 millió forintot nyert a vállalkozó. Tulajdonképpen már régóta gondolkodtunk azon, hogy Tamásival egy autómosót kellene létesíteni, de mivel jött egy pályázati lehetőség, és itt Hőgyész településen volt egy telephelyünk, mi gondoltuk, hogy a pályázatot megpróbáljuk. Az EUTEN Consulting Kft-vel megirattuk a pályázatunkat, és hát Tolna megyébe ez egy pályázat nyert, aminek nagyon örültünk, és közel fél évre megkezdődtek a kivitelezési munkálatok, és hát most szerencsére így át tudtuk adni a, én úgy gondolom, hogy egy tényleg színvonalas mosó sikeredet. Egy német minőség, Németországból jött a mosó, és egy aktív habos rendszer, viaszos, és a végén tényleg cseppmentes száradás biztosít. Minőségre tényleg egy profi minőség, az aktív hab az tényleg a bogaraktól kezdve a különböző felületi sarat, különböző dolgokat old, és így gyerekjáték utána már a mosás. Reggel 9-től délután 4 óráig mindenképpen tartunk személyzetet, hétvégén is egy ügyeleti kamerára figyeljük, hogy mindig tiszta legyen a mosó, és a kollégait, hogyha kell, akkor segít az embereknek abban, hogy tényleg szépen tudják elvinni az autóikat. 0-tól 24-ig van egy pénzváltó, és igazából a papírpénzt apróra tudják az emberek váltani. Az ünnepélyes átadón Orbán Attila, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke hangsúlyozta, a megye életében is fontosak azok a beruházások, melyek a helyben élőket szolgálják. A megye fejlődése szempontjából nagyon fontos, hogy helyben tudjuk tartani az embereket. Tehát minden olyan szolgáltatás, amivel úgy érzik, hogy ők ki vannak szolgálva helyben, és helyben is elérik, nem muszáj elmenni egy városba, vagy egy másik településre, az a megtartó erőnek a hozadéka, és hát ilyen szempontból is vonzóvá tudjuk tenni a településeket. A környező településeken élők úgy érezhetik, hogy a fejlődések folyamán egyre gazdagabb lesz a településük, és megéri ott maradni, nem kell elmenni máshova, mert maguk a fejlesztések jönnek utánuk. A pályázati forrás, amiből megvalósulhatott a Hőgyészi Autómosó, a hazai mikro- és kisvállalkozások versenyképességét hivatott javítani, mondta a projektmenedzser. Ennek a pályázatnak a célja az volt, hogy hátrányos helyzetű településeken, szabad vállalkozási övezetekben vagy felzárkozott településeken kell megvalósítani egy olyan beruházást, ami minimum egy fő új munkaerő felvételét eredményezi, és a vállalkozónak vagy hát a cégnek a meglévő versenyhelyzetét erősíti, illetve piaci részesedését erősíti, és olyan hozzáadott értéket jelentő fejlesztést hajt végre, amivel akár a szolgáltatási körének bővítését is megvalósíthatja. Az elég nehéz piaci helyzetek és a pandémiás időszak ellenére is azt gondolom, hogy viszonylag zöggenőmentesen zajlott. Annyi nehézségünk adódott, hogy a mosó berendezésnek a megrendelése az eredetileg tervezett 20 hétről majdnem egy évre növekedett, tehát igazából a mostani elmúlt egy-két hónapban tudtuk helyszínre szállítatni magát a berendezést. Egy igen népszerű pályázati kiírás volt, viszont igen kevesen tudtak rajta pozitív bírálatot elérni. Összességében országosan 155 nyertes pályázat volt ebben a pályázati kiírásban, és Tolna megyében a Pech Tibor egyéni vállalkozó volt az egyetlen, aki ezt a támogatást elnyerte. Örömmel fogadta a beruházási szándékot a település önkormányzata. Máté Szabolcs polgármester a szalagátvágás előtt azt mondta, európai színvonalú szolgáltatással bővült településük. A környező településeken sincsen, tehát Mucsi, Szakály, Dús, Kalazno, sehol nincsen ilyen létesítmény. És nagyon örülünk neki, hogy Pech Tibor, tamási vállalkozó arra gondolt, hogy elvileg az ő álmát megvalósítsa, és itt Hőgyészen tette ezt. Úgyhogy nagyon örülünk neki, reméljük, hogy nagyon sok elégedett ügyfele lesz. Zökkenő talán nem is volt, de nagyon sok kérés volt a vállalkozó úrtól, hogy ezt hova lehetne vinni, ebbe kéne segíteni, most kellene egy gép,
Tehát hála jó Istennek nagyon jó a munkakapcsolat közöttünk, ez nem most kezdődött, már több éve, és mindenben, amiben tudtunk, természetesen segítettünk, és amikor nekünk kell segíteni, akkor pedig ő segít nekünk. A délután lehetőséget biztosított a berendezés kipróbálására, amely ezután napi 24 órában várja az ügyfeleket, zöggenőmentes használata érdekében pedig pénzváltóval is ellátták a hőgyészi autómosót.